Sziasztok! Ez most egy napi vlog lesz, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rég volt már, és nagyon sokan szeretnétek újra, hogy legyenek ilyen napi vlogok. Most reggel 8 óra van, és megyek a napi gyalográsomra, mert hát látjátok, az idő az nem túl fényes, de egyébként erre egészen jó, már egy kicsit párás, amit nem szeretek. Áll a levegő, tehát ritka itt Svédországban, mert általában mindig fúj a szél. De úgy döntöttem, hogy most megyek reggel, elintézem a napi gyaloglásomat. Ez már a negyedik köröm. Az első körre apa is elkísért. De ő már hazament. Lili még alszik. Cicák köszönik szépen, jól vannak. Azután látjátok majd a napunkat. Nézzétek, milyen szép. Nagyon szeretem ezt az erdőt. Ezt a sztorit ezt el kell meséljem, így az erdővel kapcsolatban. 10 éve élünk itt Svédországban, és minden álmom és vágyam az volt, hogy találkozzak rénszarvasokkal. Nem tudom, miért ez gyerekkori álom volt. És 10 év alatt csak messziről egyszer-kétszer láttam, tényleg. Jó, állatkertben, igen. De így szabadon, közel nem. Amióta visszajöttünk Magyarországról. Múlt héten, nem hazudok, bevágok képeket, videót, minden nap találkoztam egyel. És annyira, tehát jó érzés volt, hogy és nem is féltem volna, képzeljétek el, csak mindig jött egy-két svéd hölgy, akik szintén futottak és sétálgattak, gyalogoltak, és kb. Ők miatt fostam be. Tehát ők elkezdtek, meglátták a rénszarvast, és elszaladtak. Na most erre az ember, ugye, mi a reakciója? Hát én sem mertem ott már mellette elmenni, pedig valószínűleg nem történt volna semmi, úgy gondolom. Úgyhogy olyan nagyon közel nem voltam hozzájuk, valószínűleg lehettem volna, de megtorpantam ugye ezek az okok miatt. De így is nagyon jó érzés volt. És ezt most azért mondtam még ezt a történetet, mert itt is ugye látszik, hogy valamit nagyon akarsz, és tényleg nagy vágyad, mert ez nekem tényleg nagy vágyam volt, ha hiszitek, ha nem, meg tud valósulni, csak nagyon kell akarni, és sokat gondolni rá, és úgy tiszta szívből akarni. Úgyhogy bevágok ide pár képet róluk. Most már tényleg megyek be, gyorsítok egy kicsit, mert vár a család, és csinálom a reggelit. Megint ott a haverom. Nézzetek. Ott van benn. Végre fel tudom nektek venni megint. Ott van a kis barátunk. Itt az út. És ő meg ott van, már egy elmúlt. Ő meg ott van. Látjátok, de aranyos. Nagyon szeretem egyébként. Kettő ki. Na. Tehát itt vagyunk a Kirenel. Sziasztok, és akció történt. Kizavarta zerkére, hogy kiüljek egy kicsit, és éreztem, hogy olyan büdös valami. Mondtam, hogy ne haragudj, itt nem bírok megmaradni az erkem, olyan büdös van. Azt mondta, hülye vagyok, biztos félre érzek szagokat. És az előbb, hogy volt Kira? Hallják a pisiért, takarítom. Hallják a pisiért. Hallgód büdös. Nem. De hogy jöttél? Jézus Mária, a f***ival dudász már. Na. Szóval, hogy történt? Itt az a jó, hogy lehet káromkodni magyarul, mert senki nem érti. Az dudás! Hülye! Na, szóval,
Hogy vetted észre, hogy büdös van? Hát nem tudom, úgyhogy van orrom. Hogy telegetett. És mondta, hogy valami olyan büdös. Tehát képzeljétek el, hogy ebbe, nem vettem föl, de ebbe rohadt már a víz. Benne volt egy elszáradt. Mert 3 hétig folyamatosan minden nap esett az eső. És én még nem öntöttem ki a virágot. Szóval ebbe volt egy elrohadt növény, és vele volt, benne volt 3 hétig egy a víz. Olyan büdös van, úgyhogy most minden. De nézzétek, még a izét is, a lapátot is kidobja, meg a felmosót, meg minden. Föl kellett mosni, mert meg itt a szegény padló is büdös volt. Ment a lakásba. Harmadjára megyek ez a szemétel. Olyan rohadt büdös szag van. Büdös rohadás szag. Úgyhogy a Kirának hazajön a párja, addigra el kell tüntetni mindenféle illatot. Mert rosszul lesz szegény. Kidobja még a benti növényeimet is. De most a felmosót ki ne dobjad. Azt még nem tudom. Abból nincs más. A felmosó fejből vettem még egyet amikor. Ebből csak egy van most. Na jó, még jó, hogy mindig nálunk történik valami. De ennél jobb dolgok is történhetnének, nem? Nem, ne is mondom. Veszed videóra, anya, komolyan? Kira századszóra mossa meg a kezét, és én mindig rohad. Rohad a kezem. Most tudod, amikor van eskéd, most beszartalmaz. Aha, ilyenkor nem, majd utána ilyen elmegy. Ilyen anya. Elmegy majd az illata. De szerintem szódabikarbonát rakják a... Nézzétek, hogy alszik itt a őszike, mint egy baba gyerek. Meg betoljuk. De aranyos. Mindig mondjátok, hogy mutassam meg nektek, hogy mit tudtunk venni akciósan, ilyen ládákba. Most ez a 3 ládát vettem, de még tudtam volna még 3-4-et venni, de szoktam hagyni másnak is. Ebbe körülbelül, hát nem tudom, ilyen 3-4 kiló paradicsom van. Ez 20 korona, mint látjátok. Ebbe kukuskáljuk meg. Közben itt van a rüszike velem. Van egy ilyen spenót. Féle, aztán most spenót. És körülbelül, nem tudom, 2-3 kiló, hát 3-4 kiló is van lehet ez a répa. És harmadik doboz. Wow, oda nézzetek. 5 darab avokádó, meg még három, és 2 saláta. Azt hiszem, hogy ez a doboz érte meg a legjobban. Biztos vagyok benne. Ugyanis egy avokádó az, még ha jól vásároljuk, akkor is ilyen 350 körül van. És van belőle 3, 5, 6, 7, 8 darab. Plusz a 2 saláta. Készül az ebéd. Brassóit fogok csinálni. Itt a krumpli hozzá. Itt van a hús felkockázva. Kész is lett a brassói. Mocsárban léptél? Nem tudom, mi volt, hát víz, de fű. Moha. Apa bement áfonyát szedni, mert most már olyan kevés van. Lelegelték, de nem az állatok. Ugye? A kutyába megyek ki. Mondom, lelegelték az áfonyát, de nem az állatok. Itt még van pár, nézed, ahogy itt jössz. Uh-huh. Te leszetted? Mi? Te leszetted? Asztal! De ott van még, nézd oda! Ott a bal kezednél. Jó, inkább már kiszórom. Ó, de ügyes vagy! Hát én nem tudtam annyit szedni. Nem, biza! Aki tud, az gyakkendőbe is tud.
Akkor a gomba oda is. Hol? Ekkora gombák vannak. De ízét is láttam, ilyen pirosat. Ja, én is láttam galócát. Láttál? Persze. De több fajta piros van, itt is mennyi van. Ezek milyen gombák? Lilikék tanulják, de nem tudom, hogy ezek ehetők-e. Én nem értek hozzá. Valószínűleg. Pedig tanultuk mi is az iskolába, de valahogy elfelejtettük. Á, bizony. Nézzétek, hogy fekszenek ezek a kis édestételek. Szegény Likikén fekszik a Lüsike. Amikor a Liki, az fel akkora, mint a Lüsi. Súlyra. Jól el vannak, ő meg tűri. Ez a Liki minden tűr. Hát most itt van ez a paradicsom. Akkor folytatom a napi vlogot. Most délután még maradt ennyi paradicsomunk, és következő projekt mára, hogy ebből fogok csinálni egy ilyen pizza szószt, vagy ilyen bolognai szószt, ki minek használja majd, ki minek szeretné használni. Pizzára is lehet, és bolognainak is tökéletes lesz. Úgyhogy itt van körülbelül 3-4 kg paradicsom, de lehet, hogy 5 is, nem tudom pontosan. Mutatom, hogy mit fogok vele csinálni. Tehát így kicsomázzuk őket, és a másik oldalát alul pedig így bevagdossuk egy keresztbe. A kicsomázott részekkel fölfelé belerakjuk forró vízbe kb. 5 percre, és akkor ez az előző adag már, ezek már álltak a forró vízbe, most hideg vízbe kell belerakni, és akkor látjátok, itt már le is tudtam ilyen könnyen szedni róluk a héját. Tehát itt vannak akkor megpucolva a paradicsomok. Mit fogsz most készíteni? Tepe. Leállítom a kamerát. Úgyse iszom már meg ezt.